első bajnokságát kapcsolatban nyerte meg, amit 62-ben sikerült megérni a csapatával. Köszönjük 65-ben és 66-ban új a magyar bajnokságát a vasasztal. Háromszorú közép-európai kiközéses, illetve egyszer elmentel győztek a csapattal. A 1964-es az ünnepelt a születésnapos Ihász Kálmán állít a kameránk előtt. Egyrészt ehhez is gratulálok, másrészt pedig a 60-as szám is fontos szerepet tölt be az életében, hiszen ennyi éve került a Vasashoz. Mi jut eszébe egy ilyen szép évfordulón? Hát elsősorban az, hogy mikor először életemben leigazoltak egy futballcsapathoz, az a Vasas volt, és akkor 12 éves voltam. És hát tulajdonképpen ez a 60 év úgy eltelt, hogy a Szemihály Misi barátommal épp erről beszéltünk, hogy olyan gyorsan eltelt, mint a tegnap lett volna, és valóban arra is emlékszem, hogy mikor játszottam az első bajnoki mérkőzésemet a Vasasban 12 éves koromban. Emlékszik erre egyébként pontosan, amikor először lépett be ide a létesítménybe 12 évesen? Akkor a Népligetben volt a Vasas, arra konkrétan emlékszem, mert egy barátom vitt le oda focizni a Vasasba, mert előtte még már egy évet én a postásba játszottam, de úgymond feketén, mert akkor egy évvel korábban beírták a szemeimbe, illetve az igazolványomba, hogy 40-es születésű vagyok, és a postásba játszottam egy évet, de a Vasasban, amikor átjöttem, akkor már legalizáltak, és 41-es születésűnek írtak be. Mi volt a vonzó akkor egy gyerek számára a Vasasban, vagy egyáltalán hogy ment ez a klubválasztás? Hát elsősorban a baráti kör, mert az egyik barátom már a Bursi Gabi, az már a Vasasba játszott akkor, nálam egy jó pár évvel idősebb, de együtt nőttünk föl, és ő volt az, aki elcsábította a Vasasba. Azon kívül apukám a Vasasnak drukkolt, és a nagybátyám pedig a Vasasba játszott is. Tudom, hogy utána számtalan élményben, fontos sikerben volt része, mégis, hogyha ki kell emelni, tudom, hogy nem egyszerű feladat, akkor mi az a pár momentum, amit a pályafutása során kiemelni, és amikre a legszívesebben emlékszik? Hát először, mikor a Vasas bajnokságot nyertünk, mert előttünk csak egy félfordulós bajnokságot nyert a Vasas, és aztán, mikor mi megnyertünk veretlenül egy bajnokságot a Vasassal, és hát az első fiatalkori élmény pedig az UEFA tornán a győzelem, az UEFA csapattal, az 1960-ban volt, úgyhogy tulajdonképpen ezek a legnagyobb élmények, és természetesen a 64-es olimpia, a tokiói olimpia, ami úgy érzem az egész pályafutásom alatt elkísért, és most is úgy érzem, hogy az olimpiai bajnokokat ugyanúgy megbecsülik. Mennyire tartja a régi, akár a vasasos társakkal kapcsolatot azok közül, akik köztünk vannak még? Hát szerencsére jó pár játékossal mondhatom, hogy tartom a kapcsolatot, baráti kapcsolatot. Puskás Lajos, Vidás Csaba, Tóth Bálint, Kenderesi István, és hát mondhatnám a többi játékosokat is, akár a Váradi Bélát is, hogy vasas család szerető és játékos szerető, mert a régi játékosokat, akik egy bizonyos kerek évfordulót ünnepelnek, azért mindig fölköszöntik. Hála jó Istennek, a Markovics Laci az odafigyel arra, hogy a régi vasas sportolókat, focistákat, de hát a többi, gondolom a többi sportákból is, megfelelően az eredmények és az elért eredményeik után is, és az évszámok után is a kerek évfordulókon köszöntik. És ez gondolom minden vasas játékosnak nagyon jól esik. Személy szerint nekem is. Én csak mindig meg tudom köszönni, hogyha megemlékeznek arról, mert én ide hazajövök mindig. Abból is látszik, hogy mennyire összetartó a vasas család, hogy önt is és többi régi legendát is rendszeresen látunk itt az Ujrovszki stadion lelátóin. Hát ugye nem ezek a legfényesebb napja a vasas labdarúgó csapatának, nyilván az, hogy másodosztályú a csapat, ez is kicsit szokatlan. Ennek ellenére mennyire látja bizakodóan a jelent és a jövőt? Hát ha most sikerülne följutnunk az első osztályba, azt hiszem az lenne az utolsó esély, mert aztán évekig sokkal nehezebb lesz, mivel az MB2 is másképp fog alakulni, tehát csak egy csoport lesz. Úgyhogy én abban reménykedek, hogy ebbe a szezonban, ha sikerül följutnunk, akkor ez egy nagyon nagy eredmény lenne. És hát én úgy érzem a 13 kerületben, még így is, hogy a másodosztályban van a csapat, így is azért a közönség, az a törzs közönség, az ki fog ide jönni minden mérkőzésre. Legyen így, nagyon szépen köszönöm, és Isten éltesse sokáig ismét.